Zsolti, most pipa nagyon. Megmondom, hogy mi bőszített föl. A minap olvastam egy fórumba, az egyik nem is gyártónál, forgalmazónál, nagybetűkkel, hogy ne vásároljanak DIN méretrend szerinti beltéri ajtót, mert nem fér be a magyar háztartások kialakított nyílásaiba, és amúgy is ez nem jó ajtó, meg nem. Hagyjuk már, könyörgöm. Hihetetlen tájékozatlanok az emberek egyébként, vagy pedig csak nyilvánvaló, tudom, igen, a saját maguk által forgalmazott termékeket szeretnék előtérbe helyezni, pont, nem vagyok naív, tudom, de ne írjunk le ilyet, ami nem igaz, könyörgöm. Nálunk is van egy nem magyar méretrend szerinti beltéri nyílászáró, ez, hogyha valaki fölmegy a Budapest kötőjel ajtó kötőjel ablak.hu-ra, akkor látni fogja, hogy a beltéri ajtóknál van egy olyan almenü pont, hogy laminált beltéri ajtók. Na, igen, ez nem magyar szabvány szerint gyártódik. De könyörgöm, hány háztartásban van magyar szabvány szerinti nyílás? Ugye? Ha most aki nézi ezt a videót, és hogy belegondol, hogy az összes falnyílását otthon leméri, vagy ugyebár valószínűleg azért nézik ezt a videót, mert szeretnének beltéri ajtót vásárolni, vagy csak úgy rátaláltak erre az anyagra, akkor látják, hogy igen, jé, tényleg Magyarországon ma nem létezik magyar szabvány szerinti lakás. Mondok valamit. Az én lakásom, házam, teljesen mindegy, amikor épült, magyar szabvány szerinti nyílások lettek meghatározva. Ugye? Mit jelent? Nekem 90x210-es ajtajaim vannak. Mit csinált Zsolti, mikor ide jött, megrendelte a beltéri ajtót? Puf, az egész nem volt jó, mert megrendeltem 90x210-re már, amikor elkezdődtek a falaknak az építése. De mi történik? Hopp, rávakoltunk, ugye? Hopp, hát igen, a burkolatot azt nem számítottunk, nem volt egy kőműves méter meghatározva, semmi. És mi lett? 207 centi a magasságom. Na bum, mi történt? Semmi, vitték vissza a nyílászárókat, és újragyártás történt. Tehát oda akarok kijutni, hogy ne legyünk elvakultak, vagy ne vezessük meg az embereket. Van ugyebár dekorfóliás ajtó, ami magyar szabvány szerint gyártódik, van a CPL ajtó, ami minden méretbe beépíthető, mert az adott nyílás begyártódik, és van nálunk is ez a nem DIN méretrend szerint, hanem van ez a úgymond szlovák, lengyel mérettáblázat, amikor a magasság, hogyha a magyar magasságot nézzük, hogy 210 cm a nyílásunk, tökéletes az ajtó. A szélesség tekintetében, ha mely a szabványos magyar méretek vannak, 75-90-100, betehető az ajtó. A 75-ösnél egy kicsit vagy falcsonkot hozzátenni, vagy pedig az ajtóhoz teszünk egy kis pogácsát a tokmag külméretére, de beépíthető. Úgy eltakarja a 210-es falnyílás magasságot, mivel 213-ig megy a toknak a takarója. Tehát ettől a pillanattól kezdve ez egy zseniális laminált ajtó. Majd beszélek róla valamelyik videóban, vagy lehet, hogy már beszéltünk is. Jó, tehát Nogdácu, magyar méretrend, fantasztikus. DIN szabványokról beszélünk, tehát Európai Unióba elfogadott méretrendről beszélünk. Mi történik Magyarországon? Hát csak nálunk nincs ez. A környező országokban a legtöbbe DIN szabvány szerinti méretrend van, könyörgöm. Magyarországon van MS, és most ezt kezdjük el becsmérelni, hihetetlen. Na, dühös voltam egy kicsit, de tehát egy dolog van, nézzük meg, hogy kinek milyen nyílása van, ki mennyi összeget szán arra az ajtóra, és akkor nézzük, hogy mit tudunk kínálni. Vagy mi, vagy a szomszéd utcában lévő, vagy a másik településen lévő, teljesen mindegy, most ez nem erről szól. Arról szól, hogy ne higgyünk mindenféle olyan írásnak, ami alaptalan. És mondjuk azt, hogy félrevezet. Én nagyon jól állok a dologhoz, tehát félrevezet, igen, de valószínűleg nem szándékosan, hanem ha tudatlanul, az még rosszabb. Na mindegy, az a lényeg, hogy félrevezet, jó? Tehát mérjünk, nyugodtan menjünk szaküzletekbe, és amelyik tetszik, azt vásároljuk meg, azt a beltéri ajtót, jó? Konklúzió csak ennyi. Már nem is vagyok olyan dühös. Na, további szép napot mindenkinek!